Folytatódott az Egészségünkre című sorozat a Vörösmarty Mihály Könyvtár és a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, amelynek témája ezúttal a szűrővizsgálatok és a megelőzés fontossága volt. Keresztúri Lászlóné, az EFI szakmai vezetője elmondta, mindig igyekeznek olyan egészségügyi előadásokkal készülni, amelyek az emberek nagy többségét érintik. Januárban indult a sorozat. Ez a könyvtárnak a felkérése nem a mi kezdeményezésünk, de mi szívesen álltunk a program mellé. Egészséggel kapcsolatos témákat érintünk. Az első az egy mentális egészséggel kapcsolatos téma volt. Én a prevencióról, egészségmegőrzésről, szűrővizsgálatokról fogok beszélni, és a következő témánk az dietetika lesz, és azt követően pedig lesz egy gyógytornával kapcsolatos témánk is. A szakember az előadáson többek között arról beszélt, hogy az egyes megbetegedéseket hogyan lehet kiszűrni, mennyi időközönként érdemes elmenni vizsgálatra, hova kell fordulni, és milyen lehetőségek vannak a kezelésekre, a gyógyításra. Ma életmódról beszélünk, tehát mit tekintünk egészséges életmódnak, mi a szűrővizsgálat és a kivizsgálás közötti különbség, és milyen szűrővizsgálatok javasoltak férfiaknak, nőknek, minden korosztálynak, milyen korosztálynak, mire kell odafigyelni. Az Egészségünkre sorozat következő előadása március 6-án 16:30-tól lesz, amely során a dietetika kérdéskörét járják körbe.